Plaszkó Noel, a Földes Ferenc Gimnázium speciális matematika tagozatának 10. tanulója. Matematikai versenyek díjazottja, emellett kiemelkedő zenei tehetség. A 2013-as Tehetséghidak pályázati program aktív résztvevője volt. Az, hogy matematikával foglalkozom, az nem merül ki az iskolai tanórákon belül, tehát emellett nyilván szakkörök is vannak, és nyári, valamint évközi táborok is megrendezésre kerülnek. Hát szerencsére az iskolám az nagy segítségre van ebben, mindenben támogat. Több versenyeredményem is van, így már voltam Magyar Nemzetközi Matematika versenyen dicséretes, a Felvidéki Magyar Matematika versenyen 3. helyezett is, valamint fizikából is voltam már országos 3. helyezett. Most a legnagyobb célom az az, hogy minél közelebb kerülni a fizika olimpiához, és esetleg megpróbálni oda kijutni majd egyszer. Cambridge-ben szeretném folytatni a tanulmányaimat. Ehhez még nagyon sokat kell tanulnom és fejlődnem. Magasak a felvételi követelmények. Nem adom fel. Úgy vélem, hogy ha nem is sikerül, akkor is biztosan jó kezekben leszek. Akkor itt Magyarországon az ELTE-n szeretném folytatni tanulmányaimat. A LAFAM 50 tehetséges magyar fiatal ösztöndíj pályázata volt ez. Volt egy mentorom, ez dr. Hardi Ilona. Ő a Magyar Tőzsdének az egyik alapító személye volt. Igyekezett nekem a világot megmutatni, azt megmutatni, hogy mit kezdhetek még a matematikával, azon kívül, amit én szeretnék, tehát én inkább az elméleti matematika felé hajlok. Részt vettem a Tehetséghidak elektronikus kiadványának elkészítésében is, mint fotós, így a Földes Ferenc Gimnázium kulturális őrzés eseményeit örökítettem meg egész évben, kezdve a kapaszavatótól, egészen a kampány, kulturális nap és a Földes Esten át. Mindenütt jelen voltam és igyekeztem saját fényképeimmel színesíteni ezt az elektronikus kiadványt. 5. koromban kezdtem fotózni, és hát először csak kattingattam, aztán egyre belemelegettem, megismerkedtem a fotóiaival. 7. koromban indultam az év diákfotósa pályázaton, amit meg is nyertem. Ezek után 8. a Cevel Color által rendezett összeurópai fotópályázaton lettem 2. Ez egy egész Európára kiterjedő fotópályázat volt. Most pedig 9. koromban a Sony World Photography Awards-on lettem rövid listás fotós. Ez annyit takart, hogy a fotóm a világ 10 legjobb panoráma fotójá közé került 2012-ben. A zongorázással még régen, hát viszonylag régen, 2., 3. koromban kezdtem ismerkedni, akkor a nagymamám bakelit lemez lejátszójáján hallottam a Fürelist, és úgy gondoltam, hogy ezt nekem meg kell tanulnom. Így iskolában, tehát berohantam a zongoraterembe, zongoratanár nénihez. Mondtam, hogy tehát én szeretném a kottáját elkérni. Tehát én nem ismert nyilván, tehát zongorát nem láttam még valójában, tehát igazából. Mondta, hogy hát ha beiratkozok, akkor ő nagyon szívesen megtanítja nekem. Na akkor én úgy gondoltam, hogy furfangos leszek és beiratkozok, addig még meg nem tanítja, aztán abba hagyom. Hát ez végül nem sikerült. Azóta már voltam a Zeneakadémián meghallgatáson. Így most nemrég, tehát most egy hónapja került megrendezésre az első hangversenyem. Budapesten volt a Rózsavölgyi Szalonban.